A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben a sportlegendákat mutatjuk be, hiszen nagyon-nagyon fontos szereplői a mindennapjainknak. Székesfehérvár és Magyarország is. Mi sportváros vagyunk, Magyarország sportország, hiszen fantasztikus eredményeket érnek el a versenyzőink. Viszont vannak olyanok is, akik más módon segítik ezt a sportot. Közéjük tartozik a mai vendégem is, egy legendás játékvezető, Arany Tamás. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves televíziónak. No, hát egy ilyen életút interjút nagyon nehéz elkezdeni úgy, hogy ne arról a szeretett sportágról beszéljünk, ami meghatározta a későbbi életedet nyilvánvaló. Hiszen nyilván egy olyan helyen, aki vidéken, Fejér megyében óhatatlanul is a futball kerül előtérbe, hiszen akkor még nem voltak sportcsarnokok, nem volt jégkorong, nem volt kosárlabda. Mi más lehetett volna hétköznapjaiban egy gyermek számára a legfontosabb, mint a futball? Így igaz, teljesen jó volt a felvezetés. Abban az időben minden gyerek focista akart lenni, én is. Apámnak köszönhetően sokat jártunk annak idén, 4-5 éves koromtól kettős rangadókra, válogatott meccsekre. Megfogott az a hangulat, az a millió, ami ott fogadott. És egy kis vidéki gyerekként belecseppentem abba a hangulatba, a Népstadionba, 70-80 ezer ember. Természetesen mindig mondtam az apunak, hogy menjünk meccsre, és hát én focista szeretnék lenni. Így kezdődött annak idején, 10 évesen lettem Móron igazolt focista, és hát végigjártam a Serdülő, Ifi, majd a felnőtt csapatot, de sajnos a tervembe, hogy focista legyek, közben szólt egy sérülés. Igen, jött egy sérülés, egy rendkívül súlyos sérülés. Ugyanakkor, ugyanabban az esztendőben elköteleződtél a játékvezetés iránt. Mi vonzott a játékvezetésben? Voltak példaképeid? Igazából nem terveztem előtt, hogy játékvezető legyek. Mindig is tiszteltem a játékvezetőket. A sérülés után el voltam keseredve, hogyan tovább, hogy tudok a zöldjepen maradni. És akkor még a Móri Körzeti Labdarúgó Szövetség idősebb kollégám mondta, hogy gyere játékvezetőnek, vizsgázz le, aztán majd alakul valahogy. Hát még mankóval jártam el a tanfolyamra, úgyis vizsgáztam le, és elkezdtem vezetni. És mikor arra szintre jutottam, mint a focisztam, nem titok, megye első osztály volt akkor a MOR, akkor így elgondolkodtam, hogy hogyan tovább mondom, lehet, hogy inkább ezt a pályát választanám, mint utólag beigazolódott, nem bántam meg, hiszen megye első osztálynak kicsit sikerült tovább jutni. Amellett azért rúgtam a labdát, de maradtam a játékvezetői pályán, és szerencsére most már elmondhatom, hogy 37 éve valóban, ahogy mondtad, sikerült levizsgálnom. 85-ben vizsgáztál. Ez egy nagyon fontos időszak volt a futball életedben mindenképpen, de én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból. A Fejér megyei Labdarúgó Szövetség jó lábakon állt, ezt mondhatjuk egészen máig. Voltak konkrét terveid, hogy mikor és hogyan szeretnél előre lépni? Mert hogy gyorsan sikerült, tehát a ranglétrát nagyon gyors ütemben sikerült megmászni. A játékvezetésben valaki elkezdi, akkor nem azt mondja, hogy megye harmadosztályba szeretne megöregedni. Nagyon jól sikerült előre lépegetnem. Nyilván azért a focista múlt nem volt hátrány, hogy megtaláltam a játékosokkal a hangot, talán még fiatalon is elfogadtak annak idején, és az akkori vezérkarok úgy látták, hogy megadják a lehetőséget magasabb osztályban is, és való igaz, hogy a megye 2, megye első osztály után NB3-ban is bemutatkozhattam, másfél év voltam katona, akkor sajnos nem fújtam a sipot, de 92. decemberében jött az örömhír, hogy felkerülhettem az országos keretbe, ami akkor az NB2-t jelentette, és 93 tavaszán bemutatkozhattam az élvonalba, illetve bocsánat, a másodosztályban, és utána rá egy évre sikerült az élvonalba bemutatkozni. Ez egy gyors lépcső. Elég gyorsan, tehát igazából. Mi mindent kellett tenned ahhoz? Itt gondolok elsősorban a köznapi ember, aki nem ismeri a játékvezetők életét, edzés munkáját, azt gondolja, hogy ez abból áll, hogy a hétvégén elutazol, átöltözöl, akkor még szép feketébe, aztán levezeted a meccsed, és köszönjük szépen. Nos, ez nem így van. Nyilván, ahogy ehhez edzeni kell, tanulni kell, rendkívül sokszínű, hogy mi mindent kell elsajátítani egy játékvezetőnek. Így van.
talán sokan nem tudnak a kulisszák mögé pillantani. Annak idején én sem tudtam még, hogy mennyi próbatétel vár az emberre, hogy lépegethessen előre. Igazából nem csak abból áll, hogy elmegyünk mérkőzésre, hiszen mind fizikálisan, mind elméletbe erre készülni kell. És a mérkőzéseken ellenőrök figyelik árgus szemekkel a játékvezetőket, és osztályzatok alapján alakulhat ki egy sorrend, ami alapján eldönthetik esetleg, hogy felkerülhet valaki, viszont közben vannak próbatételek, tehát fizikálisan, fizikai teszteken kell megfelelni, elméleti teszteken, és hát folyamatosan az embernek képeznie kell magát, hiszen a szabályok akkor is már folyamatosan változtak, ma már még gyorsabban, és tehát így van előrejutási lehetőség a játékvezetőnek, hogy figyelik, és teljesíteni kell a különböző szinteket, amik nem olyan könnyűek, tehát készülni kell rá. Nyilván. 94. szeptember 11-ét írtunk, és én azt gondolom, hogy a Szőnyi út az mindig örökre belevésődik az emlékezetedbe, hiszen egy BVSC Zalaegerszeg meccsen debütáltál. Így van, és ez azóta is így van, ott elmegyünk az M3-as bevezető szakaszán, akkor már család is mondja, hogy itt vezette Tomika első M1-es meccsét 94. szeptember 11-én, és valami igaz, hogy külön buszok indultak Morról meg Fehérvárról, elmondhatom, hogy talán több szurkolom volt, mint a csapatoknak, egész végig zúgott a hajrá Tomi, hajrá Mor, és kérdezték, hogy a kinek szurkolnak, hát a Bírósporinak, akkor bocsánat, arrébb ülünk egy kicsit. Valami igaz, hogy ez egy nagy mérföldkő volt az életemben, és hát utána sikerült még néhány évig ott maradni, de az első meccs az mindig azért megmarad az emberben. Voltak-e kedvenc csapataid és játékosaid? Itt ezt nem úgy kérdezem, hogy nyilván nem lehet egy játékvezető elfogult, viszont nyilvánvaló, hogy vannak olyan játékosok, akik a pályán való viselkedésük okán mindig elnyerik a játékvezető bizalmát. Mert ez bizalmi kérdés, valljuk meg, ma is így van. Így van. Nyilván az okos játékos azt mondja, hogy jó-jóban lenni a sporival, tehát inkább próbálják ők is megtalálni közös hangot, és ha az megvan, akkor mindketten jobban járunk, mert az a játékos, aki nem úgy áll a játékvezető, az folyamatosan reklamál, nyilván most nem azt mondom, hogy játékvezető úr a pályán, de ő vezeti a mérkőzést, és valójában, ha megtaláltad a közös hangnemet a szószóló játékosa, akkor utána már nyert ügyed volt. Igyekeztem minden csapatban megtalálni, vagy a csapatkapitányt, vagy azt a játékost, akire hallgatnak a többiek, és így nyilván könnyebb volt levezetni mérkőzést, de valójában, hogy mondod, hogy minden csapatban vannak olyan játékosok, akit így meg lehet közelíteni, és segítik a játékvezető munkáját. Ugye arról is, hiszen többször voltál az év játékvezetője, eljutunk addig is, de arról is híres voltál, hogy más nexusban voltál a játékosokkal. Tehát próbáltad úgy megfogalmazni a kritikát adott esetben, vagy lecsendesíteni, csillapítani őket, ami sokaknak nagyon tetszett, másoknak kevésbé. Ez alapvetés volt nálad, hogy próbálod ezt a nexust kezelni? Igen, általában azt mondják, hogy közvetlen vagyok az élet minden területén, és ezt szerencsére tudtam kamatoztatni a játéktéren is, ami nem mindig tetszett akár az ellenőrnek, vagy az akkori vezérkarnak, nyilván rosszat nem mondok róluk, de azt mondták, hogy meg kell tartani 3 lépés távolságot, én pedig azt éreztem, hogyha kicsit közelebb engedem őket, közvetlenekből beszélek velük, jobban elfogadják, még ha netán az ember téved is, és azt mondtam nekik, hogy ha valakit ismerek 20 vagy 25 éve, nem fogok elmenni mellette köszönés nélkül, akár mérkőzés előtt vagy mérkőzés után, többség ezt elfogadta nyilván, de így a játéktéren is könnyebb volt kommunikálnom. Mondják, hogy mindig azért a játékosra meg kell tartani a távolságot magázon, szigorúan, én pedig közvetlenül. Nyilván vannak olyan dolgok, amik nincsenek leírva a könyvbe. Ez vagy benne van a játékvezetőben, vagy nincs, ezt igazából megtanulni nem lehet, és nem is tudom ugye szájukba adni a fiatalabb kollégáknak, hogy mit kell mondani egy-egy konfliktus helyzetben, vagy mit kell mondani egy tömegjelenetnél, vagy amikor egy játékos reklamálva szalad felé. Ez valahogy így bennem volt, és megkönnyítette valóban így a munkámat, hogy jobban tudtam kommunikálni a játékosokkal. Hogy kezelted a népszerűséget? Hiszen ezt tudjuk, a mai napig így van, hogy ha Morról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy Bor, Pincesor, Arany Tamás. Igen, nagyon jó leső érzése. Van őszintén, amikor barátaim, ismerőseim bármelyre mennek kirándulni, és kérdezik tőlük, hogy honnan jöttetek Morról, ismeritek az Arany Tomit? És igazából ez így kialakult, tehát én nem törtettem úgy előre, hogy most akkor igazából én legyek ott mindig a központban, de való igaz, hogy a hivatásos labdarúgók szervezete megszavaztatta az akkor 7-800 játékos számláló NB1, NB2-es játékosokat,
és ahogy elmondtad, négyszer sikerült az év játékvezetői címet elnyernem, amire azért vagyok büszke, mert akikkel a legközvetlenebb kapcsolatban voltam a játéktéren, ők döntöttek így. Kétszer a sport újságosztályzat alapján is sikerült oda kerülnem, és ez nyilván mind-mind óriási lökést adott a továbbiakra. Tehát ez 2005, 2006, 8, 9 a játékosoknál, meg 6-ban és 7-ben. Ennél fontosabb nincs. Volt olyan játékos, akivel különösen jó kapcsolatot tudtál ápolni? Mert hogy általában a csapatkapitányokkal van egy komolyabb párbeszéd a játékvezetői stílus okán is, és de ennek ellenére nyilván vannak még a pályán olyanok, akik azért meghatározóak abban a 90 percben, előtte és utána is. Így van, teljesen igazad van. Nyilván, hogy a játékosok is készültek a játékvezetőkből, tudták, hogy kinél meddig lehet elmenni, a játékvezetők is készülnek a játékosokból, tehát nyilván azért mérkőzések tapasztalatai alapján az előzőeket felhasználjuk, és azért összerakjuk fejbe a mérkőzés előtt, hogy kire kell jobban odafigyelni, ki az, akivel jobban meg lehet érteni a közös hangot, ki az, aki reklamál, ki az, aki esetleg más szabálytalanságot szokott csinálni. Nyilván mindenki tiszta lappal indul, csak tudjuk, hogy ki az, akire oda kell figyelni. De valóban ez a kapcsolat, ez a későbbiek folyamán is a mérkőzéseken is jól jött ki, hiszen ha netán tévedtem, és Borját, mit fújtál? Gyerekek, ezt láttam, ha netán tévedtem, bocs, oké, te is hibázhatsz, mert ember vagy. Tehát nyilván a kapcsolat teljesen másképp alakult a későbbiek folyamán, ha az ember is úgy közelített hozzájuk. Néha megdicsértem őket, hogy már ezért a szép lövésen megérte, de szép volt a gól, gratulálok. Tehát nyilván a kommunikációhoz hozzátartozik, hogy néha dicsérjünk is. Ez a játékvezetői bizottságon belül mennyire volt népszerű? Ez a fajta gondolkodásmód, ami téged jellemzett? Hát az akkori vezérkar nem igazán szerette ezt a stílust, mert azt mondták, hogy nem adod, hogy lapukat bratizol a játékosokkal, a csapatvezetőkkel. Én pedig úgy éreztem, hogy ha nem szórom a lapokat, meg tudtam értetni magam lapok nélkül egy-két gondolattal, egy-két jó szóval, jobban jöttem ki, mint hogyha nekiálltam a 8-10-12 lapot kiadni. Nyilván valamit én sem tudtam benyelni, de mindig a fegyelmezési statisztikán ott voltam az elején, tehát én igazán nagyon lágyszívű vagy, de nem bántam meg, hogy ezt a stílust képviseltem, nyilván. Mert az eredmények talán... Hogy tettek a hétköznapjaid? Hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy Mór az ugye a szőlő és a borvárosa. Így van. Nem volt egyszerű, ugyanis pesti játékvezető kollégák, akiknek központi edzéseik voltak, mindig irigyeltek, hogy hát figyelj, Móron egyedül edzett saját stílusban, és én a 400-as pályán megmondom őszintén, elég unalmas volt, csak bármely indultam, ott meg pince sor volt, és azért volt nehéz, mert már ahogy elindultam, már beinvitáltak volna, hogy gyere Tomikám, vigyál egy pohár volt, a gyerekek nem lehet, mert odafele megyek, lötyögni fog, meg itt ez a polár óra, ami rögzíti az adatokat, de volt, amikor a 85 éves Béla bácsi behívott, ezt nem utasíthattam vissza, hát nyilván Bilágos. Nem utasítok vissza egy idős bácsit, meg kellett kóstolni az ezer jóját, tehát utána volt, hogy esetleg még egyet megittunk, és volt, amikor az edzés elhúzódott egy kicsit, és kérdezte az akkori elnök, hogy mi volt ez az 5 órás edzés, mondta elnök úr, készülök a meccsekre, azt én nem nagyon látom, megemelkedett volna a pulzusod, mert mondom, jó kondiba vagyok. Hát nyilván kicsit elakadtam a pince soron, de ez nem volt mindennapos, de valójában az más volt az edzés terve, mint a többi kollégának, de a meccseket lehoztuk, igazából ma már jóval komolyabb követelményei vannak a játékvezetésnek, a mai játékvezetőknek szinte atlétának kell lenni, milliméterre pontosan adatokat rögzíti az órájuk, meccsen is mennyit futnak edzéseken, tehát nyilván nemzetközi elvárás is ez, hogy nagyon sokat fussanak a játékvezetők. Mi annak idején inkább próbáltunk a helyezkedéssel, sőt volt, aki annak idején nem volt kötelező bemelegítés, azt mondták, hogy ha valaki kicsit fáradékonyabb, akkor azt az időszakot, amit bemelegítésre szánna, töltse pihenéssel, annyival később fárad el meccsen. Az idősebb rutinos kollégáktól tanultuk ezeket, és nagyon köszönjük nekik, hogy megtanítottak bennünket, de igaz, mi is próbáljuk átadni a fiataloknak, amiket tanultunk, és reméljük, hogy a jövő nemzedéke, a játékvezetők is majd sokáig eljutnak. Hogy kerültél közel a strandfocihoz? Hiszen ez is egy új éra volt akkoriban, és számos kritika ért, ugye ezt már tudjuk régről, de én azt gondolom, hogy te voltál az egyik úttörője ennek, hogy azt is vegyük már kicsit komolyabban, hiszen számos déli országban rendkívül népszerű. Igen. Igazából ahol labda volt, én azt szerettem. Legyen az kis pálya, nagy pálya,
teremfoci, és ahogy mondtad, a strandfoci. Most nyáron is megyek több rendezvényre, mert szerencsére még nem felejtettek el, és hívnak. Igazából így kezdődött a strandfoci szeretete is, hogy annak idején volt, pont ahogy jöttem ide a stúdióba, beszélgettem az akkori vezetővel, és szóba kerültek az akkori Grand Prix, minden hétvégén más-más helyszínen volt a strandfoci, igazából a kellemest összekapcsoltuk a hasznossal, kicsit kikapcsolódtunk, lazítottunk, azt csináltuk, amit szerettünk, vezettünk is néhány meccset, és igazából a játékvezetésnek köszönhetően nem gondoltam volna annak idején, hogy olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, hogy az élet szinte minden területéről van ismerősöm, barátom, és nagyon jó lesz érzés, amikor akár újságíróknak vezettek, színészeknek, politikusoknak, de lehetne sorolni, mert nincs szinte olyan válogatott, akinek nevezettem volna. Két hete például a magyar öregfiúk válogatottnak is voltam, és nagy élmény volt azoknak a játékosoknak vezetni, akiknek annak idején még tapsoltam a nézőtéren. Tehát mind-mind olyan élmény, igazából nem gondoltam volna annak idején, amikor kis vidéki gyerekként belecsöppenek ebbe, hogy ilyen közegbe is jutok el, és ilyen embereket ismerhetek meg. A nemzetközi vonal mennyire vonzott téged? Igazából nyilván, mint mindenki, szerettem volna nemzetközi játékvezető lenni. Néhányszor eljutottam, akkor még úgy hívták, hogy partjelzőként, vagy tartalékjátékvezetőként. 3-4 éven keresztül ott voltam, hogy esetleg belekerülök abba a kalapba, de aztán nem sikerült a nemzetközi játékvezetői FIFA emblémát kiérdemelnem. Volt egy korábbi FIFA játékvezető, aki egy meccsen adott nekem egyet, azt mondta, ezt már régen megérdemelted volna, és az mindig ott van a kis táskában, amivel megyek meccsre. De ez valóban kimaradt, de mégis ezen kívül minden szépet megkaptam a játékvezetéstől. Annak ellenére is kell, hogy erről is beszéljünk, hogy kurta furcsára sikerült a búcsút, hiszen még volt két aktív éved, és egyik pillanatról a másikra azt kellett tapasztalnunk, ráadásul egy olyan évben, hogy az évi játékvezetője lettél, hogy elbúcsúztak tőled. Ez mennyire rázott meg? Mert hogy a labdarúgó szurkolókat, és hozzáteszem, mert tudjuk, a játékosokat is meglehetősen értetlenül figyelték ezeket az eseményeket. Igen. Ennek az évnek az elején, januárban voltunk egy edzőtáborban, az akkori vezérkar azt mondta, nem változtat a sajátos stíluson, pratizó játékosokkal nem adod lapot, jó, vagy csapatvezetőkkel, akkor egy elszúrt meccs után is kikerülhetek. Sorba kaptam a rangadókat, Fradi, Újpest, Debrecen, MTK, Sorolatni. Vidinek nyilván nem vezethettem, mert ugye Fehér megyeiként, Fehér megye csapatoknak nem vezettem. Nem is baj olyan szempontból, hogyha netán tévedtem volna javukra, azt mondják, mert Fehér megyei, vagy ha ellenük, akkor meg idevalósi, és akkor ellenük fújsz. De minden csapatnak vezettem, és tévés meccseket vezettem, és nyilván nagyszámok törvény alapján beleszaladtam egy Pápa Fradiba. Egy Pápa Fradi, 2009. Ami valamikor november 7-én piros betűs ünnep volt nekem, 2009-ben ez fekete betűs lett, mert valóban olyan hibát elkövettem, amiért ki kellett volna állítanom egy játékost a Fradiból, büntetőt kellett volna ellenük ítélni, és ez a játékos aztán győztes gólt fejelt a Fradinak, és hát utána az akkori vezérkar úgy döntött, hogy na, akkor ezzel eljött, itt már belőle nem lesz MB2-es játékvezető, valóban akkor 45 volt a korhatár, 43 éves koromban azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kaptam meg azóta se a serleget a búcsúmérkőzés, ez egy nem tervezett búcsú volt. Azóta is egyébként bárhova megyek, a játékosok és a szurkolók is azt mondják, hogy ó, de jó, amikor ti vezettetek, hát mondjuk ugyanúgy tévedtünk, mint a maiak, nyilván őket is majd így fogják majd emlegetni néhány év múltán, de nem baj, amikor ellenőrként járom a pályákat, hogy nagyon kedvesek a szurkolók, akkor játékosok, és szívesen emlékezünk vissza arra az időszakra. Vagy váratlanul ért a búcsú? Jövőképed egyébként is volt, azt tudjuk, de mit szerettél volna kezdeni magaddal, hiszen a játékvezetői bizottság nyitva állt előtted, ellenőrként ugyanúgy szerepelsz, de nyilvánvaló, hogy szerettél volna valami mást kezdeni. Igen, akkor hirtelen volt a váltás, igazából akkor az a két év még úgy volt betervezve, hogy azt végig meg tudom oldani, és egy C búcsúval sikerül majd befejeznem a játékvezetői pályafutás, de igazából annyira rögtön váltottam, hogy ahogy befejeztem a játékvezetést, volt a nem előre tervezett búcsúmeccs, hogy a következő szezont már ellenőrként, és milyen pikáns a helyzet, hogy abban az elnökségben kaptam felkérést, akik hát elbúcsúztak tőlem. Én pedig vállaltam, mert mindenkinek nyugodtan a szemébe néztem, úgy gondoltam, hogy nem hibáztam annyit, és milyen érdekes az élet, hogy utána azokkal kellett egy darabig együtt dolgozni, akik így döntöttek, de utána változott a helyzet, más lett a felállás. Én néhány évig ott lettem az országos elnökségben, 15 évig itt lettem Fejér megyében és a játékvezető bizottság élén, úgyhogy igazából, tehát a játékvezetés után is van élet,
Emellett persze nagyon sok meghívásnak teszek jeleget, sok helyre hívnak, én pedig szívesen megyek különböző rendezvényekre. No, hát egyébként mi is egy rendezvényen találkoztunk stílszerűen a Lamberg pince újraavatásán, és ugye már ott is szóba került, hogy legendákat mesélnek a te pincédről, hiszen telve tele különböző serlegekkel, mindennel, ami visszaemlékeztet, ami emlékeztet a játékvezetői pályafutásodra. Ez így kerek, ez a világ? Igazából minden egy helyen van, mert való igaz, hogy a labdarúgás, a játékvezetés, és Móriként szerintem belefér, hogy a bor szeretete is, igazából valóban sikerült hozzájutnom egy kis pincéhez, ami lehet, hogy a világ első műfüves pincé, szépen fel van vonalazva, a csapatzászlók, akiknek vezettem, az erekék, serlegek, labdák, és hát jó lemenni úgy a pincébe, hogy picit nosztalgiázom, barátokkal kocingatunk, közben elbeszélgetünk, és hát nyilván kielemezzük a jelenlegi, meg akkori sport, a labdarúgás és a játékvezetés nagy dolgait, és hát nyilván a mai dolgokról is beszélgetünk egy kicsit. Megérkeztünk a MÁ-ba, annál is inkább, hogy a Mór feljutott. Ebben azt hiszem, hogy óriási, ilyen értelemben óriási szereped van, nem csak a Móri TV sport szerkesztőjeként, hanem azért is, mert hogy lehet valakire újra felnézni, hiszen azért az MB3 az már egy komoly szint. Örültél ennek a hírnek? Így van, nagyon örültem, hiszen több mint 10 éve volt utoljára MB3-as a Mór. Amikor én gyerek voltam abban az időben, emlékszem, hogy szintén MB3-ban játszottak, de a mai világban úgy gondolom, hogy ha sikerül egy osztályra feljebb jutni, és a szurkolók is nagyon-nagyon örültek, hogy a Mór ismét lehetőséget kapott megmutatni magát az MB3-ban. Úgyhogy kisvárosunk életében ez egy nagyon nagy előrelépés, mindenki örül neki, és nyilván meglátjuk majd, hogy a következő szezonban mennyire tud a csapat megerősödni, reméljük, hogy megállják a helyüket. Játékvezetőként érdekes, hogy akkor ugye más volt a helyzet, mert a megyei bajnokságban nem vállalhattam ott szerepet, mert játékvezető bizottság elnökeként nem lett volna sportszerű, ha én akár bármilyen szerepet vállalok a Móri labdarúgásban. Nyilván figyelem a fiatal kollégákat, kijárok a meccsekre, amikor van időm, hiszen minden hétvégén járok valahova ellenőrizni, de maga a sikernek természetesen nagyon örülök. Sportszerkesztőként is lesz ez egy komoly feladat és nagy kihívás, én azt gondolom. Mit kívánjunk neked? Igazából mindent elértem, amit szerettem volna. Most van egy 2,5 éves kislányom, aki már jobbra-balra vezeti a labdát, fújja a sípot, mutatja nekem a sárgalapot, a netában valami, de elsőben az egy szóban fegyelmez. Igazából minden megvan, de ugyanazt kívánnám magamnak, mint mindenki másnak, hogy legyen sikeres, érje álmait, és hát elsősorban az egészség, ami legfontosabb, hiszen mi is haladunk már a korral, és amikor én 18-20 éves voltam, és azt mondtam valaki, hogy már ennyi idős, hát hú, már csoda, hogy még él, de én meg úgy érzem magam, hogy remélem, még egy 20-30 év bennem van, és sok szépet láthatunk akár labdarúgásban, vagy a játékvezetésben is majd. Történjék így, boldogságot, egészséget kívánok a családnak, mindannyiótoknak. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Arany Tamás volt, az egykori kiváló játékvezető. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.